tanítottam 31 éve keresztül. A másik az, hogy ezt a szolgálatot Juhász Ferenc közelében munkatársként élhettem meg, és azután is még a más folyóiratban is együtt éltünk, együtt élegeztünk. Egy 50 éves barátság kellett volna, hogy megjelenjen az én munkásságomból itt, de azt hiszem, hogy az a fontosabb, hogy sokat-sokat beszélgettünk a szervezőkkel, Tamással különösen, azért valahogy talán a lénye, a természete, a beleszívódott ebbe a kiállításba megjelenik ilyenképpen. Én azt próbáltam megfogalmazni, hogy miért tartottam Juhász Ferencet nagyon jó szerkesztőnek. Tudtam mindenről, amivel ellenem szóltak, de én minden egyes érdemét ismertem, ahogyan a nehéz években, 74-től 91-ig, ezekben a nehéz években tudta az irodalmat olyan lelkesen, olyan szeretettel, olyan iparkodással, olyan mindennapi munkával is tudta szolgálni az irodalmat, ami nekem nagy ajándék. A harmadik az, hogy itt lehetek most, és néhány szót szólhatok róla. Az érdemeit a falakról is leolvashatják, de a legfontosabbat persze a művek közvetítik, amelyek itt a kiállításon ilyen szépen jelennek meg. És nagy boldogság az is, hogy amikor először voltam Párizsban, és a Louvre-ba, Pompidou palotába fölmentem az 5. emeletre, és akkor ott láttam Juhász Ferenc barátjának az egész termét, kiemelten, rangosan ott jelent meg. Azok a borítók is, amelyek aztán az ő verses kötetein megjelentek évről évre. Ennyit ajánlásul, hogy szeressék meg ezt a kiállítást.